Atya, Fia és a Szentlélek neveiben. Amen. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretette, és a Szentlélek egyesító erreje, legyen mindnyájatokkal. És a kereteddel. A Szent Mise kegyelme felajánlót. 39. születésnapját ünneplő Viktóriáért, lelki testi egészségért János, Nelly, Alexander, Olga, Zsolt, Irén, Alexander, Jenő, Mária Angéla, Mária Olga, Boris, Jenő, Olga, Viktória, Anders és a Vikuk család tagjai számára. Isten áldását kérő Borisért, Jenőért, Olgáért, Viktóriáért, Andersért. Elhunytakért, Imeldáért, Volodimirért, Istvánért, Volodimirért, Miklósért, Gáborért, Jolánért, Galináért, Irénért és Béláért. Testvéreim, ismerjük be bűneinket, hogy méltón vehessünk részt a Szent Mísein. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat végeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én védkem, én igen nagy védkem, kérem azért a boldogságos mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Forrása, te a bőjt, az imádság és az irgalmas szeretet gyakorlása által gyógyulást adsz bennünkre. Nézd jóságosan, őszinte bűnbánatunkat, és amikor vétkeinket beismerve meghalljunk előhőtet, emelj föl minket szüntelen irgalmaddal, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiat által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, mi Isten mindörökön örökké. Olvasmány Mózes második könyvéből. Miután Mózesnek menekülnie kellett Egyiptomból, Midián földjén telepedett le, és ott Midián papjának, Jetrónak, leányát vette feleségül. Mózes egy alkalommal apósának, Jetrónak, Midián papjának, Juhait őrizte.
messzire behajtotta a juhokat a pusztába, és eljutott az Isten hegyéhez, a Hórebhez. Itt megjelent neki az Úr angyala, egy égő, csipke bokorban, a tűz lángjában. Amikor oda nézett, látta, hogy a bokor ég, de nem ég el. Így szólt magában, oda megyek, és megnézem ezt a különös látványt. Miért nem ég el a csipke bokor? Amikor az Úr látta, hogy Mózes vizsgálódva közeledik, Isten megszólította őt a csipkebokorból. Mózes, Mózes, itt vagyok, felelte. Erre Isten így szólt. Ne közelíts, vedd le sarudat a lábadról, mert a hely, ahol állsz, szent föld. Aztán így folytatta. Én vagyok atyáid Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene. Erre Mózes eltakarta arcát, mert félt Istenre tekinteni. Az Úr így folytatta. Láttam nyomorúságát Egyiptomban élő népemnek, és hallottam panaszát a munkafelügyelők miatt. Azért szálltam le, hogy kiszabadítsam az egyiptomiak hatalmából, és hogy kivezessem arról a földről egy szép, tágas országba, egy tejjel mézzel folyó országba. Mózes ezt mondta Istennek, ha megérkezem Izrael fiaihoz, és elmondom nekik, atyáitok Istene küldött, akkor majd megkérdezik, mi a neve, mit feleljek erre? Isten ezt válaszolta, én vagyok, aki vagyok. Azután folytatta, így beszélj Izrael fiaihoz, aki van, azt küldött engem hozzátok. Végül ezt mondta Isten Mózesnek, így beszélj Izrael fiaihoz, Jahve, atyáitok Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene küldött hozzátok. Ez az én nevem minden időkre, s így kell neveznetek nemzedékről nemzedékre. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! A mai zsoltár válasza, irgalmas a mi Urunk Istenünk, könyörületre hajlik szíve. Irgalmas a mi Urunk Istenünk, könyörületre hajlik szíve. Áldjad lelkem az Urat, egész belsőm az ő szent nevét áldja. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd, hogy hozzád milyen jó volt. Irgalmas a mi Urunk Istenünk, könyörületre hajlik a szíve. Megbocsátja minden vétkedet, meggyógyítja minden gyengeségedet, a pusztulástól megmenti életed, kegyelmében és irgalmában meg is koronázza. Irgalmas a mi Urunk Istenünk, könyörületre hajlik a szíve. Irgalmas és kegyelmes a mi Istenünk, nagy irgalmú és hosszantűrő, nem bűneink szerint bánik velünk, és nem gonoszságuk szerint fizet vissza nékünk. Irgalmas a mi Urunk Istenünk, könyörületre hajlik a szíve. Amilyen messze van napkelettől a napnyugat, bűneinket olyan messze dobja tőlünk, ahogyan az Atya megkönyörül fiain, úgy könyörül meg az Úr az Isten félő. Irgalmas a mi Urunk Istenünk, könyörületre hajlik szíve. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, nem szeretném, ha elkerülné figyelmeteket, hogy atyáink mind ott voltak a felhő alatt, mind átkeltek a tengeren, s mind megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben.
mindnyájan ugyanazt a lelki ételt ették, ugyanazt a lelki italt itták. Ittak ugyanis a lelki sziklából, amely kísérte őket, a szikla pedig Krisztus volt. De legtöbbjükben nem telt kedve Istennek, ezért odavesztek a pusztában. Ez mind intő példa lett számunkra, hogy ne kívánjuk a rosszat, mint ahogy ők megkívánták. Ne is zugolódjatok, mint ahogy néhányan zugolódtak, s ezért lesújtott rájuk a pusztító angyal. Mindez előkép számunkra, a mi okulásunkra írták meg, akik a végső időkben élünk. Aki azt hiszi, hogy áll, ügyeljen, hogy el ne essék. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennek országa. Az Úr legyen veletek, és a lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben oda jött Jézushoz néhány ember, s azokról a galileaiakról hozott hírt, akiknek vérét Pilátus az áldozat vérével vegyítette. Erre Jézus megjegyezte, azt hiszitek, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak, mint a többi galileai. Azért, hogy így jártok, mondom nektek, nem. De ha nem tartotok bűnbánatot, épp úgy elvesztek ti is mindnyájan. Vagy azt gondoljátok, hogy az a 18 ember, akire rádolt Siloámban a torony, és megölte őket, bűnösebbek voltak a Jeruzsálemben élő többi embernél. Mondom nektek, nem. De ha nem tartottok bűnbánatot, épp úgy elvesztek ti is mindnyájan. Aztán egy példabeszédet mondott. Egy embernek fügefa volt a szőlőjében. Kiment, gyümölcsöt keresett rajta, de nem talált. Erre így szólt vincellérjéhez. Ide járok, három én óta, hogy gyümölcsöt keressek ezen a fügefán,
de nem találok. Vágd ki, miért foglalja itt a helyet, de az így válaszolt. Uram, hagyd meg még az idén, körüljásom és megtrágyázom. Hát ha terem majd jövőre, ha mégsem, akkor kivághatod. Ezek az evangélium igéi. В Люблені сміло можна сказати, що слова сьогоднішнього Євангелія найбільш незрозуміле, одне може з найбільш незрозумілих слів, яке ми знаємо з Євангелії. Бачимо Ісуса, до якого приходять люди і розповідають йому, що страшного відбулося, коли Галілеяни прийшли скласти пожертву до Єрусалимського храму. Пилат дав рішення, наказ, дозвіл, щоб тих людей убити. І Ісус ставляє питання, чи ті люди, які були вбиті Пилатом, чи вони були якісь особливо інші, відрізнялися від інших людей, що були, може, більш грішними від інших людей? Ні, були такі, як всі галілеяни. І далі дає приклад вежі Сілоє, яка рунула і вбила 18 людей. І говорить, чи це 18 людей було більш грішними чи іншими людьми за тих, які не загинули, які жили в тому місті? Ні, були такими, як інші. Ісус якби хоче нам сказати, що Бог ніколи не карає за гріх людину. Бог не карає за гріх людину. Посеред народу ізраїльтян було таке переконання, що Бог карає кожного за гріх. І сьогодні тут тепер неодноразово ми також говоримо, що Бог мене покарав. Тільки не знаємо за що. Бог не карає. Це гріх нас карає. Гріх нас доторкає. Гріх завжди має такий вимір спільноти. Бо то, що одна людина згрішить, наслідки його гріха доторкаються інших. Приклад. Йде п'яний в воді за рулом, кермом і попав в аварію. Наприклад, заїхав на тротуарчик і убив 5 людей. Чи тих 5 людей, які вбиті через водія, вони були якимись особливими грішниками? Не. То гріх того водія, то, що він сів п'яний за рул до машини, є наслідком того, що він убив тих 5 людей. Тих 5 людей, якби там нічого до того. Це образує нам, що гріх має такий вимір спільнотовий. Гріх ніколи не є моєю особистою справою. Що це моя приватна справа і нікому ніщо до того. Гріх завжди має вимір спільноти. Бо не були винними ті люди, які прийшли скласти пожертву. Це гріх Пилата натягнув на тих людей, які загинули в Єрусалимському храмі, натягнув смерть. То не ті люди, які перебували в цій вежі, були якимись, зібрали грішників, найгірших людей з міста, запхали їх в ту вежу і, не знаю, зірвали. Ні. Бо з цією вежею було щось не так. Може, як її будували, то хтось зекономив на чомусь, не виконав
toho zawdania, jakie jemu dowierzone, prawedno, sumlinno. Zrobił coś nie tak i naslidkom toho było, że ta weża runula i zahynulo 18 ludzi. Czy ti ludzie, jakie na przykład na wschodzie naszej krajów, Ukrainy, znajdują się w tej zonie NATO, w miejscu, gdzie przebywa wojna, oni jakoś osobliwo zgrzeszyli? Nie. Prosto naslidok grzechu jakichś innych ludzi odbywaje się tam dzisiaj wojna. I niewinne ludzie giną. Ta wojna mogła być także i tu. Sława Bogu, że my żyjemy w Svalavi, że tu tak krasywo, harno, wszystko harast. Ale kiedy przyjechał dzisiaj, zawtra zemlotrus w Svalavi, połowę domów by upało, bardzo by zahynuło ludzi i my by skazali, że ci ludzie zahynuli w naslidok kary Bożej? Nie. Prosto bywają takie miejsca na ziemi, gdzie odbywają się zemlotrus. Regularno, zawsze. Gdzie bywa jakieś tsunami. I kiedyś ludyna po prostu nie żyła w takim miejscu. Było jakiś smysł. Inni ludzie znali, że to miejsce jest niebezpieczne, że w nim pojawia się raz na kilka roków tsunami i one prosto tam nie żyły. A my dzisiaj przez swoją żadibność chcemy żyć w tym miejscu, bo tam harno, tam krasywo. A jak odbywa się tragedia, to szukajemy przyczyny u Gospoda Boga, że On nas pokarał, ale nie znajemy za co. I teraz przechodzimy jakby do drugiej części dzisiejszej Ewangelii. Jezus rozpowiada przyczu pro winohradaria, jaki posadził w swoim winohradariu smokiwnicę. I także dla nas może to być niezrozumiałe. Na co win w tym winohradniku posadził tę smokiwnicę? Ona tylko będzie robiła tiń. Ona z ziemi korzystuje, wypywaje to, co cenne. Ale to była wielka mądrość tamtych ludzi. Zawsze winohradniku gdzieś w posredyni, w jakimś miejscu sadzili smokiwnicę. Czemu? Tomu, że to drewo ma niemowirno smaczne plody daje. Słodkie, dobre, bardzo tych plodów. Takie jedno drewo smokiwnicy może dać i 100 kg plodu, fruktów. I ptaki, jakie przybiegały, głodne, jakie chcieli pojeść, to nie kidali się na ten winohradnik. On nie był taki dobry. One przylatywały na tę smokiwnicę i tam najedały się. Jakby ta smokiwnica była takim zachystą, naturalnym zachystą dla całego winohradnika. Gospodar był zaciekawiony winohradnikom, a ptaki smokiwnicą, i każdy był zadowolony. Ale winohradar był niezadowolony z tego, że ta smokiwnica nie przynosi plodu. Ona nie wykonuje jakby swojego zadania, dlaczego ona była tam posadzona. Tomu każe jej zrzucać. W tym kontekście, ulubieni, podwycja na Gospoda Boga i na to, jaki On jest dobry dla nas grzesznych. On, jak w tym winohradniku, stawia ten winohradar w smokiwnicę, żeby zberegty swój winohradnik, tak i Bóg w winohradniku swoim, w swojej cerkwi, stawia taką smokiwnicę, takie drewo, taki zachyst. I to jest Jego prawo. Boży zakon, 10 zapowiedzi, słowa Jezusa Chrysta. On nas kieruje, jak nam żyć prawedno, żeby zberegty swoje życie od tych spokus, jakie przychodzą na nas, grzechy, jakie możemy doświadczyć. Kierować się w swoim życiu tym, co naucza nas Jezus Chrystus, Gospodź Bóg. To jest nasze zadanie.
І в цьому контексті подивіться на сьогоднішню Євангелію. Бог в цю третю неділю Великого посту хоче тобі сказати, що Він обдаровує тебе всім, що є потрібне тобі, для того, щоб осягнути вічне життя. Але треба хотіти. Треба в своєму життю керуватися тим, що Він нас навчає. І це всі неуспіхи, нехаразди, війни, землетруси, інше природні різні речі мають нам нагадати то, що є найважливіше в нашому життю. Бо коли ми живемо по-своєму, не дотримуючися Божих заповідей, тому ми особливо наражені на це, що буде траплятися з нами якісь негаразди. Бог ніколи не відкидає жодної людини. Подивіться Мойсея зі сьогоднішнього першого читання. Він не був якийсь особливий, створений Богом, що має дасти право народу ізраїльтян. Він простий хлопець, який народився серед ізраїльтян, народу ізраїльтян. Матері його, щоб зберегти його життя, віддає його якби в руки дочки фараона, щоб вона піклувалася про нього, щоб годувала його. Він, коли дозрів, доріс, убиває одного єгиптянина, мусить утікати. Далі бере дочку іншої віри, з іншого народу, дочку священника. Він мав так поплутане життя, але Бог з його життя зробляє щось доброго. Тому що він є відкритий на Господа Бога. Він хоче почути голос Господа Бога. Більшість з нас, як ми би були в місці Мойсея, побачили якийсь там кущик собі хоріє, нехай хоріє собі, догоріє і буде спокій. А Мойсей є зацікавлений, відкритий на голос Господа Бога. Він почув цей голос Господа Бога. І Бог з нього зробив законодавця, велику людину. Кожного з нас Бог хоче доторкнути. І під час того Великого посту, майже в половині ми вже, багато ми вже зробили, багато перед нами ще. Спокуси різне приходять в нашому життю, але щоб ми були сильні Господом Богом в нашому життю. В другому читанні з послання апостола Павла до Коринтія, останнє тільки речення. Тому хто вважає, що він стоїть, нехай стережеться, аби не впав. Хто вважає, що є сильне вірою, що має владу, міць, сил, Божу благодать на нім, нехай вважається, щоб не впав. Часто так є, що людина сильна вірою, міцна, дуже скоренько піддається під спокусу, під гріх. То, що дає нам силу, міць, це Бог. Він сам. Але Він нас обдарував всім, що є нам потрібне до вічного життя. Це спілкування з Господом Богом, як з другом. Це є сповідь. Навіть коли впадеш, маєш надію, щоб посповідатися і ходуватися Його тілом і кров'ю, щоб мати силу. Силу боритися з кожною спокусою, яка приходить до нас. Амінь. І все Господе, і все мене, і не готуватямо, мене пішпильне, і не лакотомо, і шлакотомо, і Jesus Christus, Bog, Istennek szülő.
hiszek a Szentlélekben, Urunkban és Szentünkben, a Ti az Atyától és a Fiútól származik, amit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ősz volt a profétát szavával, Szent az egy, szent, katolikus és apostoli anya szent egyházban, vallom az egy keresztséget, a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását, és a eljövendő életet, amen. Testvéreim, kérjük, Urunk, Istenünket, hogy készségesen hallgassuk szent igéjét, életünkben valóra váltva neki tetsző gyümölcsöt hozzunk. Segíts, Urunk, híveidet, hogy szeretetből fakadó jó cselekedeteink megdicsőítsenek téged. Kérünk téged, hallgass meg minket! Engedd, hogy egyházad Krisztus jóságát és szeretetét mutassa meg az egész világnak. Kérünk téged, hallgass meg minket! Tarts távol tőlünk a természeti csapásokat, és oldj ki a háborúk tüzét, hogy a népek zavartalan nyugalmamban éljenek. Kérünk téged, hallgass meg minket! Alakíts szívünket, hogy a nagybőti szent beszédek hatására a bűnbánat méltó gyümölcsét teremjük. Kérünk téged, hallgass meg minket! Hív magadhoz azokat is, akik már évek óta elmulasztották a húsvéti szent gyónást és szent áldozást. Kérünk téged, hallgass meg minket! Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy türelmes vagy hozzánk. Időt adsz a bűnbánatra, és kegyelmi segítséget az érdemszerző életre. Segíts, hogy türelmeddel vissza ne éljünk, és a jóban szüntelenül gyarapodjunk. Krisztus, ami Urunk által. Thank you.
hozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. Istenünk, engeszteljen meg ez az áldozat. Hallgasd meg imádságunkat, amikor bűneinkért bocsánatodat kérjük, és add, hogy mi is szívből megbocsássunk embertársainknak. Krisztus, a mi óhórunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a teletekben. Emeljük föl szívünket. Feledjük az Úrhoz. Adjunk hálát Úrunknak, Istenünknek. Méltó és mert valóban méltó és igazságos, illő és odvos, hogy mindig és minden ott hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható Urok Isten, te úgy akartad, hogy önmegtagadással dicsőítsünk téged, bűnös vágyainkat féken tartsuk, és a nélkülözőket segítve atyai jóságodat kövessük. És ezért az angyalok megszámlálhatatlan seregével együtt magasztalunk téged, és hálás szívvel zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség, Uram, szentelt meg ez az adományt, áraszt le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mindent önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte tanítványainak, adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiantatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek,
az én emlékezetemre. Imehitunk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel vagyunk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánlok neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét, és hálát adunk, mert arra méltatál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérjünk, gyöjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíveden, Urunk, egy házat, sorsát ad az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben. Ferenc pápánkkal, Antal püspökünkkel, és az egész papsággal együtt. Emlékezzé meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörögjünk mindnyájunkon, hogy Isten anyával, a boldogságos szülő Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiat által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Amen. Ha Istent Atyánknak hívjuk, testvéri szeretettel bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, mint éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérjünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünk neki Jézus Krisztusnak dicsőséges eljuttét. Mert kijött az ország a hatalom és a dicsőség mindörökké. Krisztus, a mi békénk és kengesztelődésünk, ezért kérjünk, ne védkeinket nézed, hanem egy házad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét
aki élsz és uralkodó mindörökön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hallgatom, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Oh, wow.
könyörögjön. Urunk Istenünk, üdvösségünk zálogát vettük magunkhoz, amikor itt a földön mennyei kenyerrel tápláltál minket. Alházattal kérjünk, mutatkozzék megtetteinkben is, hogy e szentségben veled találkoztunk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Можна сісти на хвілинку. Оголошення на третю неділю Великого посту. Нагадуємо, що кожну п'ятницю о 18 годині відбувається хресна дорога, а також в п'ятницю перед службою на угорській мові. Також відбавляємо молебень до страстей Господніх в кожну неділю на 8:30 самого ранка і вівторок після ранної святої меси. Триває перегринація відвідин ікони святого сімейства у нашій парафії. Дякуємо тим всім сім'ям, які вже прийняли цю ікону святого сімейства до своїх домівків і запрошуємо наступних, щоб записалися обов'язково за Христі, що мають таке бажання прийняти цю ікону. В цьому тижні в літургії церкви припадає у понеділок урочистість Благовіщення Господнього. Святі меси в цей день будуть о 11 годині за київським часом на угорській мові і на 18 годині за київським часом на українській мові. В цьому тижні служби на угорській мові будуть в понеділок, вівторок і п'ятницю, як завжди, о 11 годині. Наступна неділя – це вже неділя летаре, неділя радості, коли священника побачимо в розовому одязі. Сьогодні вночі до нашої парафії приїхали діти і молодь з зони АТО на духовно-психологічний відпочинок. Дякуємо всім, хто вирішив взяти їх до своїх сімей. Загальна програма знаходиться на дошці оголошень. Бажаю всім доброго тижня. Прийміть Боже благословення. Ос урледен велете, ішо велебєдел, альдюн мек беннетек ето мінден хоту іште, ос отьо фіо ішо сент лейдхе, Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével, Istennek legyen hála. Yeah.
Jézus.